Nagy Ernyei Attila vagyok, méhész. 1983-ban alapítottam a Nagy Ernyei családi méhészetet, akkor egy hobbi méhészetnek indult, aztán az idő folyamán egyre nagyobb lett az állományunk. Valamikor 4-5 évvel ezelőtt a 320 termelő méhcsaládot elértük, de azóta van egy másik vállalkozásom is, és némileg csökkentettük az állományt, de jelenleg is közel 200 családdal méhészkedünk. Jelenleg Mőcsény és Szálka között vagyunk egy kristálytiszta környezetben. Én erre a környezetre rendkívül büszke vagyok, szinte bioméz minőségű termékeket tudunk előállítani. Többfajta mézünk van, itt az álomméhészetnek a fő profilja az akác, de akác előtt vannak olyan vadvirágok, mint a gyermekláncfű, a galagonya, ezek mind olyan természetes nektárforrást adnak a méheknek, ami az ő fejlődésükhez elengedhetetlen, viszont a belőle készült méz egy igazi csemege. Tehát ezek a mézkülönlegességek, mint a gyermekláncfű, vagy az árvacsalán, vagy pedig vagy a fűz, ezek mind olyan extrém pikáns ízt adnak az akác előtti vegyes virágmézeknek, ami a mi méhészetünket egy kicsit különlegessé teszi, de a helyi és a környékbeli méhészek is azért büszkélkedhetnek ezekkel a finom ízekkel. Intenzív vándorméhész vagyok, ami azt jelenti, hogy az északi ország részben szoktam második akácra, Nógrád megyébe vándorolni, valamint a napraforgóra és kora tavasszal, akác előtt pedig repcére vándorolunk. Néha, amikor a selyemfű, a vaddohány kecsegtet a jó hordással, akkor az Alföldre is el szoktam látogatni a méhcsaládokkal. Akác után van még néha hársunk, az idén sajnos nem sikerült, tavaly egy kicsit jobban, de a fő nekünk ebben a legelőben az akác. Ez egy kicsit késői akác itt a völgységben, mert egy hűvös völgyben vagyunk. Az idén elkészítettünk egy méhesházat, ilyen erdélyi típusú méhesházat, ahol festett kaptárak vannak. Ezt egy vevőcsalogatónak szánjuk, különböző motivumok, képek vannak rajta a családunkról, valamint az alapítás évét is feltüntettem benne. Több csoport is már meglátogatta, ez konkrétan a vevőknek, gyerekeknek egy ilyen bemutató méhes, látványméhes látogatással szeretnénk összekötni, és gyakorlatilag ezt egy üzleti szempontból építettük, mert nagy igény van arra, hogy a méh családnak az életét be tudjuk mutatni a helyszínen is. Azért csináltunk egy ilyen kis fedett tárolót, hogyha valaki véletlenül rosszabb időben látogat ki a méhészetünkben, akkor is meg tudja tekinteni a méh család belső életét.